Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Ma napközben szinte tavaszt idéző volt az időjárás. Esténként azonban már lehűl annyira a levegő, hogy szükség van a fűtésre. Az energiaválság okozta áremelkedések miatt az idei tél valószínűleg sokaknak okoz majd fejtörést, főleg amiatt, hogy mivel és hogyan fűtsünk. A földgáz helyett van, aki elektromosra, míg más fára, szénre vált. A szakemberek azonban attól tartanak, hogy a kályhákba, vegyes tüzelésű kazánokba a megélhetési nehézségek miatt olyan dolgok is kerülhetnek majd, amiknek nem ott lenne a helyük. A szeméttel fűtés veszélyeiről és ennek környezeti hatásairól lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Nagy Kata, ökomenedzser. Kezi Csuklan, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Na hát ma napközben nem fáztunk, de azért este hajnalban ezek az 5-6 fokos hidegek azért már nagyon sokaknál beindították a fűtést. Ön szakemberként mire számít? Debrecen eddig is arról volt híres hírhet, hogy a szállópor koncentrációja nagyon magas, úgymond békeidőkben, nem csak fűtési szezonban. Milyen térre számít most? Igen, nem alaptalan a félelem. Sajnos eddig is gyakorlat volt Magyarországon és sajnos Debrecenben is, hogy a vegyes tüzelésű kazánokban nem csak száraz tűzifát tesznek a lakosok, hanem sajnos meggondolatlanul akár háztartási hulladékot, vagy olyan lomot, festett bútorlapokat, faros lemezeket, PVC-t, ne adj Isten, autógumi abroncsot, ami sajnos mindamellett, hogy magát a berendezést, tehát a fűtőberendezést is tönkreteszi idővel, amellett borzasztóan komoly egészségkárosító hatása van nem csak a tüzelőre, hanem a szomszédságra is nagyon komoly terhet, a szomszédságra is nagyon komoly terhet ró. Sajnos egyetlen egy háztartás, amelyet például hulladékkal tüzelnek, akár 20 kilométeres körzetben is elszennyezheti a levegőt. Egyetlen kémény 20 kilométeres körzet? Igen, igen. Ki lehet mutatni, hogy a nem megfelelő hulladék, vagy a tüzelőanyag, az ugye a kiülepedő porból lényegében ilyen nyomjelző vegyületek segítségével vissza lehet következtetni, hogy milyen anyag került elégetésre abban a tüzelőberendezésben. Mondjuk egy átlagos, tiszta napon a porkoncentráció, ennek a bizonyos szállópornak a mennyisége hogyan alakul, és mondjuk mindez hogyan változhat a fűtési szezon idején? Igen. Azért ezt meg lehet állapítani, hogy alapvetően a fűtési szezonban ugrik ki ezeknek az értékeknek a koncentrációja, ugyanis megfigyelhető a mérőállomásokon, hogy ahogy hazaérnek az emberek itt a őszi-téli napokon, ugye akkor befűtenek, és szépen a hajnali órákra ez a szállópor mennyiség utána le is csökken. És aki otthonról dolgozik, vagy otthon marad, ugye még egyszer megrakja a tüzet a reggeli órákban, ekkor is kiemelkedő értékeket szoktunk tapasztalni, és ez napközben megint szépen lecsitul. A nyári időszakban, vagy amikor nincsen fűtési szezon, akkor egészen másképp alakulnak ezek a mért értékek. Ott alapvetően a közlekedés eredetű porterhelés az, ami jellemzőbb, az pedig egy kicsit kiegyenlítettebben jelenik meg ezeken a mérőállomásokon. Ugye Debrecenben 3 darab mérőállomás üzemel, amelyet az Országos Meteorológiai Szolgálat tart fent, és a helyi kormányhivatalnak a környezetvédelmi hatósága üzemeltet. Ezen kívül a városnak van még szenzoros mérőegysége, itt a belvárosban szoktuk figyelni, hogy hogyan alakul a szállóporterhelés. Gondolom, hogy a napokban bejelentett véderdősítési munkák, amik ugye már zajlanak, elkezdődtek részben, ezek többek között erre a problémára is megoldást nyújthatnak hosszú távon. Igen, a fatelepítés fő célja az, hogy a levegőben lévő szállópor mennyiségét megkössék. Ugye a fák képesek arra, hogy a vegetációs időszakban, ugye amikor lombban vannak a fák, a levélfelületükön elég nagy mennyiségű szállóport tudnak megkötni. Ezt, hogyha számszerűsítjük, akkor el tudjuk mondani, hogy egy lomb köbméternyi levélfelület, ezt úgy kell elképzelni, hogy 4 négyzetméternyi kiterített, egymás mellé helyezett levélfelületről beszélünk, az egy év alatt, tehát amíg vegetációs időszak van, akkor 4,5 kg port ki tud szűrni a levegőből. És
itt is elmondanám, hogy ez egy csodálatos funkciója a növényeknek. Ugye amikor esőzés következik, akkor szépen megtisztítja a levélfelületet, a csapadékvíz kimossa általában a talajra vagy más növényekre kerül rá ez a por, amit a légkörből kötött meg a növény. Viszont itt is felhívnám a figyelmet, hogy nem mindegy, hogyha mondjuk környezetbarát módon igyekszünk száraz tűzifával fűteni ugye a szilárd tüzelésű kazánjainkat, mert akkor, bár akkor is van porterhelés, tehát nem olyan, mint hogyha geotermikus energiát, vagy még akár, hogyha gáz tüzelésű fűtőberendezésünk van, de hogyha hulladék kerül a kazánba, akkor olyan káros, úgynevezett policiklusos aromás vegyületek, PAH vegyületek kerülnek a levegőbe, amit ha belélegzünk, már pedig sajnos belélegezzük, akkor nagyon komoly degeneratív elváltozásokat, akár még prenatálisan ugye a születendő gyermekeknek a genetikai állományában is képes elváltozást okozni, tehát mérhetetlen nagy és súlyos következményei vannak. Mindez, hogyha éppen nem lélegezzük be, és a véderdőink megkötik, utána a csapadékvízzel utána a talajba kerül, tehát igazából nincs megoldva ennek az eliminálása, és komoly egészségkárosító és környezetkárosító hatással jár. De ha ez még hozzászámoljuk azt is, hogy ennek milyen egészségügyi költségvonzata, gazdasági terhei vannak, akkor is megfontolandó, hogy tényleg mit tegyünk a kazánba. Na, ha már igen, visszakanyarodunk ide, egyértelműen az számít most a jelen árképzések mellett tudatos felhasználásnak, hogyha jól kiszárított tűzifát használunk, illetve szenet, vagy ön hogy látja, lehet-e ez alternatívája, ez a kétfajta tüzelési mód annak, hogy esetleg valaki gázról elektromos áramra vált, azzal próbálja megoldani split klímával például a fűtését? Hát nyilván mindig két oldala van az érmének, és nagyon nehéz egy ilyen típusú kérdésben okosat mondani, meg nem tudunk más pénztárcájában, és nem is célunk más pénztárcájában kutakodni. A megoldást én abban látom, hogy ha szilárd tüzelésre adjuk a fejünket, akkor tényleg próbáljunk legalább két éven át szárított száraz tűzifával fűteni. Egyébként van is ennek egy világnapja, pont október 14-én tartják a környezetbarát fatüzelés világnapját. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, a hatóságoknak, azoknak az embereknek, akiknek lehetősége van, a legfontosabb feladata a szemléletformálás, mert sokszor tudatlanságból vagy ismerethiányból fakadóan is rárakják az emberek a tűzre azokat a dolgokat, amiket nem kellene. Emellett az energiaszegénységben élőknek azt gondolom, hogy megfelelő támogatási rendszert kellene biztosítani, és harmadrészről nagyon fontos lenne, hogy a helyi környezetvédelmi hatóság, a kormányhivatalnak a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálya az megfelelő létszámú, megfelelő szakképesítésű emberrel tudjon rendelkezésre állni a lakossági fűtés nyomon követésére, hogyha hulladékégetés történik, akkor annak a megfelelő módon történő felderítésére és esetleges szankcionálására. Hát a hatósági áras tűzifa program az valószínűleg egy bizonyos részét le is fedi ezeknek a problémáknak, amit ön most említett. Én egyébként mielőtt készültem a beszélgetésre, én azt olvastam, hogy a PET palackok, és ami döbbenetes volt, hogy pelenka. Ez mennyire jellemző, vagy ez csak nekem volt, különösen a pelenka meghökkentő, hogy ez is simán bekerül a levegőbe, a kazánba. Igen. Hát sajnos, ahogy mondani szokták, hogy minden, ami elég, annak van fűtőértéke. Nyilvánvalóan nem olyan fűtőértéke van, mint a tűzifának, és bocsánat, az előző kérdésből még a széntüzelésre nem tértem ki. Hát, ha megtehetjük, akkor én nem javasolnám. Inkább fa. Inkább, igen, száraz tűzifa, és semmiképpen nem háztartási hulladék. Akár a PET palack, akár a pelenka, minden olyan anyag, amiben poliészterek vannak, műanyag, gumiabroncs, PVC padló darabok. Ezeket, hogyha bedobjuk a tűzbe, akkor azzal kell számolnunk, hogy nem csak a levegőbe kieresztett füst mennyisége lesz akár 70-szer több, de a benne lévő anyagok toxicitása az kb.
ezerszer, vagy akár több ezerszer is nagyobb lesz, mint a száraz tűzifával történő tüzelés során légkörbe kerülő anyagok esetében. És ugye jól emlékszem, hogy ezek az anyagok meg is tapadhatnak a kémény belsőn, ami meg aztán akár kémény tüzet is okozhat, és akkor már meg is van a nagy baj, a még Igen. nagyobb baj. Ez is óriási baj, de ha éppen mondjuk tüzet nem okoz, akkor is ezek a lerakódások, meg lényegben ezek a kémiailag aktív anyagok utána rongálják igen, magának a kéménynek is, meg a tüzelőberendezésnek is a belső falát, és ezeknek a javítási költsége azt gondolom meggondolandó, hogy egy ilyenbe belemegyünk. Lehet, hogy néha többet kell ráfordítanunk a tüzelőanyag beszerzésére, de talán kevesebb szer kell karbantartani, vagy javítatni a tüzelőberendezésünket. És ezt kevesen tudják, de szerintem megdöbbentő adat, hogy Magyarországon ma elmondhatjuk, hogy több mint 10 000 ember korai haláláért felelős a levegőszennyezés évente. És ez azt gondolom egy kis odafigyeléssel, jól kialakított támogatási rendszerrel, szemléletformálással azért ez a statisztikai adat ez javítható lenne. Ez a kis beszélgetés is ezt a célt szolgálta, hogy egy kicsit formáljuk a szemléletet. Nagy Kata, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.